Visszavette a pályaelőnyt a címvédő Haladás. Hétfőn következik a bajnoki döntő negyedik meccse Kecskeméten 20 órától a Messzi István sportcsarnokban. Az eddigi mérkőzésekhez hasonlóan most is nagy iramot diktáltak a csapatok a bajnoki döntő harmadik felvonásán, írja a scoregoal.hu. Az utolsó 3 percre kapusukat lehozva támadtak a kék oroszlánok. Törekvéseik viszont nem jártak sikerrel. A Haladás visszavette a pályaelőnyt, 2-1-re vezet az egyik fél 3 győzelméig tartó párharcban. Márko Gavrilovics sportigazgató elmondta, a Haladás megérdemelten nyert. Sok nehéz helyzetet megoldottunk már ebben a szezonban, most is arra fogunk törekedni, hogy megoldást találjunk.